Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy kisalkotassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljatok, osztátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjának ajánlom, hogy olvassa a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Többek közt azt is, hogy kezdőknek, kriptora befektetőknek, bitcoin hírek kereskedőknek, kriptofólió Hungary. És akkor kezdjük is piros zöld, hát erre majd kitérek inkább a piaci áttekintést, én nagyon kritikus lesz a hétfői tőzsdenyitás, mert megint úgy zárták, hogy péntek este, hogy beszakad a minden kb. Úgy nézett ki a történet, vagy úgy néz ki, úgyhogy kritikus lesz a hétfő. Most én is tudom, hogy fel vagy le, vagy merre, vagy jó kérdés, világgazdasági válságot most rögtön behúzzák, vagy azért tényleg várnak még vele egy-két évet. Nagyon-nagyon határon vagyunk. Azt mondja, hogy első körbe bevezető. A robotaxik még nem vették át az utakat, de ez nem azt jelenti, hogy csak szenzációhajhászás az önvezető autók, úgyhogy előbb-utóbb úgy is jönnek, azt írják, és akkor a másik oldalról meg a Teslának az autó pilot, autósofőr sztoria az is segítheti az önvezető autókat. Jóhoz meg a tegnapihoz. És akkor nézzük valami újat mára, azt mondja, hogy a GP abba reménykedik, hogy 3D, hogy fú, a szélerőműveknek a beton részét 3D nyomtatni fogja tudni, a betont fogják 3D nyomtatni, hogy spórolni tudjanak a szállítmányozáson, hogy ne kelljen óriási nagy, amikre na, szélerőműveket teszik, ezeket a betontornyok, ezeket ne kelljen szállítani, hanem helybe tervezik kiönteni, és 3D nyomtatni, úgyhogy tök érdekes, hogy milyen irányba haladnak már, műanyag nyomtatás az mindennapos, fénynyomtatás is kezdeget már elterjedni, már több évvel ezelőtt is, de hogy betonnyomtató erről még nem is hallottam. Na jó, nézzük tovább, azt mondja, világgazdasági és kripto hírek. Első körbe Euronews-on. Jó, ismét gyerekeknél észletek májgyűlölést Romániában, ugyebár már tegnap előtt hoztam, hogy jön most az új sztori, a Covid után próbálják nyomni ezt a májgyulladást. Vizsgálják az esetleges összefüggést. Pánik helyett a mindennapok higiéniájára való odafigyelést ajánlja az orvos is. Tehát ennyi, nagyon azért sajnos, aki ne jegyen meg tőle, kezet kell mosni, kb. Az kész. De a másik része, ugyebár meg nekik a lényeg, az utóbbi években elérhetővé váltak olyan tabletták, amik 3 hónap alatt teljes gyógyulást biztosítanak. Pész, pész, pész. Jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy Eurostat azt mondja, hogy az eurozóna GDP az első negyed évben 0,2%-kal növekedett, de... Az adatok azt mutatják, hogy a koronavírus járvány hosszú időszaka után az év elején lendületet vett az európai gazdaság, de a február végén megindult orosz-ukrán háború miatt elszabadult az infláció, emelkedtek az energia és élelmiszer árak, így visszaesett a fogyasztás és ezzel a gazdasági növekedés is. Az Ja, hogyha ezek vannak, ennek a levét isszuk most jelenleg, hogy minden így lent van. Tovább növekvő energiárak, csökkenő járatszám a madridi metrónál, ott már csökkentik, hogy ne fogyasszon annyi energiát, a 10%-kal csökkentik a járatszámot. Németeknél még épp arra próbálják rávenni az embereket, hogy járjanak vonattal. Filléres tömegközlekedés, 9 eurós tömegközlekedési bérlet Németországban. Németország egész területére érvényes a vonzó ajánlat a német állampolgárok részére. Az akció célja kettős. Elősegíteni a klímavédelmet az autóforgalom mérséklésével, illetve visszaszorítani a fosszilis üzemanyagok használatát. Utóbbi az orosz szénhidrogénektől való függőség csökkentését is jelenti egyben. Épp ez a lényeg, ugyebár ne kell olajat meg gázt venni Putyinéktól, és akkor új európai gázvezetékek is létesülnek jelenleg. És na itt még a szemétládaság, csalnak a napraforgó olajjal egy holland importőr szerint. Ez a nem gyenge, hogy még a legszarabb helyzetet is ezek a mocskok próbálják kihasználni. A problémák legfőbb oka, hogy a háború miatt a beszállítók kevés olajat szállítanak Ukrajnából. Ezt tetézi, hogy lemásolták a weboldalát, így több ügyfele is bűnözőktől rendelt.
Illetve, hogy a hiány miatt nem megfelelő minőségű termékek is forgalomba kerülnek, állítja a cég tulajdonos. Aziz Odilov azt mondja, a piac tele van tanúsítvány nélküli olajokkal, melyek minősége nem felel meg az európai szabványoknak. Ezt nagyon aggasztónak tartja, mert nem tudható, hogyan keverték össze ezeket az olajokat, milyen adalékanyagokat és összetevőket tartalmaznak. Hát fantasztikus, ott tartunk, mint 20 éve volt, valahogy így 20 évvel ezelőtt, 25 éve, nem is tudom, valósat per kávé. Ugye a Dél-Amerikából importált a piros paprika, amivel téglaport kevertek a piros paprika porba. Fantasztikus, azt mondja, hogy CNBC-n mi volt egyszer, Warren Buffett azt mondja, hogy leszitta a Wall Street-i tőzsdészeket, ugye már a kereskedőket, hogy ezek csak, ők nem befektetnek, csak szerencsejátékoznak fel, meg le, ugyebár próbálják a lepergő apró darabokat összeszedegetni, mindenhol össze-vissza mozgatják mindennek az árát, hogy hát ha több pénzük lesz, de ezek nem komoly befektetők, hogy tönkre teszik az egész világot, kb. Azt mondja. Ja, tovább, fú, hát olyan szar vagyunk, hogy a Google meg az Amazon a 2008-as válság óta nem volt ilyen heti veszteség, mint ami most áprilisban a Google-nél meg az Amazonnál. A legnagyobb cégek ugyebár Fang részvényeknek az oszlopos tagjai. De emellett a Whartontól Jeremy Siegel azt mondja, hogy amennyire szenved most az egész tőzs, a Wall Street hagyományos tőzs, de piac, annyira vonzó a hosszú távú befektetők számára. Én is ezt mondom, azért mondtam, hogy két nappal ezelőtt, de szerintem itt érdemes venni, mert annyira lent van minden, hogy határeset, még akkor meg is erősödött, kicsit vissza is pattant a szakadástól, úgyhogy hosszú távra nem mondanám, mert ebben még lazán benne van, hogy lesz itt egy pár év múlva tankozás, meg világválság. De középtávra szerintem most mindenképp itt érdemes bevásárolni. Aztán pattanjon persze vissza hétfőn a hagyományos tőzs, de ne szakadjon még tovább. De hát ha meg tovább szakad, hát akkor világválság van, ennyi volt. Azt mondja, azt meg a világ bitcoinnak kéne a legjobban állnia, ugyebár a világválságot, hát direkt az ellen találták ki. Csak ezek a mocskos tőzsdészek, mit adják el, már lent van a békeséggel a bitcoinnek az ára, mit kell eladni? Hát mert ugyebár játszanak a számokkal, szerencsejátékoznak. Elmennének a fenébe, de normális emberek nem adják el a bitcoinjukat. Azt mondja, hogy Kramer is azt mondja, hogy amikor ennyire szörnyű napok vannak, mint mondjuk most pénteken, és akkor átszakadt, hogy amit csütörtökön minden nőtt, az pénteken visszaszakadt. Amikor ilyen szörnyű napok vannak, utána néha visszaszokott pattanni a tőzs, de hát reméljük, hogy nem csak néha lesz belőle itt hétfő délután fél négykor a nyitáskor. És az a baj, nem is látni belőle semmit, mert mondom, jó, hát most még ezért hajnal óra 10 perc, vagy éjfél óra 10 perckor se lehet megnézni, mert majd csak hétfőn éjfél óra 10 perckor, vagy hát vasárnapról hétfőre éjfél óra 10 perckor, akkor fognak kijönni, ugyebár, amit itt szoktam én is nézegetni, ami itt van, az egy Primarket, az előzetes futures részvényeknek a számai, hogy pattannak vissza, vagy se, addig most vakrepülés van. Azt mondja, hogy CNBC milyen kriptohírek jöttek át, az ilyen általános összegző. Itt a Bitrivert szankcionálták orosz kriptobányász céget, de hát azok vízerőművekkel dolgoznak, semmi közük a gázhoz, meg a olajhoz, úgyhogy tök mindegy, hagyjuk is ezt a hírt. Itt meg a kriptoiparnak a hatása, a pénzre való hatása középtávon milyen hatása lesz a kriptóknak. Jó, hát ezt meg nem néztem meg, de a főcím alapján úgy tűnik, na, csönd legyen, megéri majd ezt a két percet, úgyhogy ezt kiteszem magamnak külön. Azt mondja, hogy tovább, vagyis visszanézzük a mai nap híreit. Igen, és akkor első körbe a fő hír. Jó. Ebből már csak lesz valami kezdőkép, és akkor a világgazdasági fórum, hát a kedvencünk, akik az egész világot irányítják, ugyebár covidokat hoznak, meg ilyenek, mert nekik úgy gondolják, hogy az tök jó lesz, meg akkor olyan irányba manipulálják, amiben be ők akarják, az egész világot ők irányítják, a világgazdasági fórum. És akkor egy videót feltettek azzal kapcsolatban, hogy jaj, a bitcoin legyen már befektetés alapú, ne bányászás alapú. Hát itt írtam is, hogy a világgazdasági fórum plusz a sötét zöldek plusz még a Ripple is melléjük állt, és akkor azt mondják, hogy a bitcoin lehetne befektetés alapú, de mondom, hogy mocskok, mert tudják, hogy akkor a hackerek fel tudnák törni. Úgyhogy nézzük is, próbálják megölni mindenféleképpen a bitcoint, ahogy csak tudnák.
vagy próbálnak, de hát úgy csak fog sikerülni. Azt mondja, hogy igen, hogyha átírnák a kódját az egész bitcoinnak, akkor nem lenne annyi hatása a környezetre. Hát majd a kadéra nem fog annyi energiát enni, hiába nő. Oké, és akkor a bitcoin meg úgyse fog, azt napi kereskedelemre senki nem fogja a bitcoint használni, az hosszú távú értékmegőrzőnek van. Oké, és akkor... nem, régiben rengeteget vitáznak, ugyebár politikusok mondják, meg mindenki, hogy ja, ennyit fogyaszt a bitcoin, tudjuk, hogy egy nagy nettó fasság az egész, mert a 0,16%-át most a legújabb talán az volt, annyit fogyasztja a világ összes energiafogyasztásának a bitcoinnak a rendszere. És... most már a Greenpeace is beszállt, meg még a Ripple-től Chris Larsen is, ugyebár XRP Ripple Chris Larsen, és akkor kampányt indítottak, hogy írják már át a bitcoint, hogy barátságosabb legyen a környezet számára. Hát persze, akkor meg izé lefosszák az egészet. És akkor, jaj, azt lerágott csontak, bitcoin idézi elő a klímaválságot, na persze, mikor a széndioxidból 0,0, na nem, 0,8 század százalékát, vagy 0,08, nagyon minimális, egy százalékát se teszi ki, a töredékét teszi ki a széndioxid kibocsátásnak a bitcoin. Hát pont erről volt, hogy 3 napja hír, azt most megint próbálják elkezdeni tolni a hülyeséget, olvassák már először a kimutatásokat. És jaj, mondják, hogy jaj, csak egy szoftver, csak át kéne írni az egészet, csak annyit kéne csinálni, és akkor már nem fogyasztana annyi energiát a bitcoin. Hát persze. És akkor a Világgazdasági Fórum meg a Greenpeace kampányt indított, hogy változtassátok meg a kódot, ne a klímát, ilyen hülyeséggel jönnek. És a bitcoin befektetés alapúra akarják megváltoztatni. A Világgazdasági Fórum úgy nyomja ugyebár a nagy újraindítást, és akkor majd ők eldöntik, hogy mi legyen, meg hogy legyen, meg minden, majd ők minden ember helyett, hogy hogy működjön a világ, majd ők megmondják, ahogy nekik jó. És akkor egy videót is feltettek azzal a kapcsolatban, hogy a bányászok a stékelhetnék a saját bitcoinjaikat, hogy a, hogy a, és az lenne a jóváhagyás, a tranzakciók, akkor úgy mennének, az biztosítaná a jóváhagyást, hagyjuk is a hülye ötleteiket. Egyszerűen csak meg kell, csak át kell írni az egész bitcoint. Persze, majd pont át fogjuk írni az egész bitcoint. Jó, hagyjuk is, fú, de atya úristen, hogy milyen mocskok. És akkor szerencsére rengeteg kritikát kapott ez a hülye ötletük. Jó pára mondják, hogy igen, hogy tök idióták, teli van hibával, amit mondanak, össze-vissza fasságokat beszélnek, legalább akkor tudnák, hogy miről beszélnének, és akkor értelmesen lehetne beszélni a témáról, de így nem sok értelme van. Teljesen meg vannak zavarodva, az alapvető dolgokat se tudják a bitcoinnal kapcsolatban, mondja a Blockstreamnek a társalapítója Adam Beck, és Adam Becknek írta valaki válaszul, hogy Adam... szerintem nincsenek megzavarodva. Szerintem pontosan tudják, hogy mi a fasz csinálnak. Ez egy kiszámított, jól megszervezett támadás a bitcoin ellen. Hát így is van. És szégyelniük kéne magukat, hogy ekkora nonsense marhaságokat mondanak. Legalább hozzáértő dolgokról beszélnének. És akkor Michael Saylor is mondta a MicroStrategy-től, ő is válaszolt, hogyha kivesszük az energiát bármiből, ami hasznos, akkor a teljes környezeti hatását meg tudjuk szüntetni, mondja, és ez van a legtöbb fantasy novellába, meg számítógépes játékba, és akkor mondja is itt, hogy a valódi repülők, vonatok, autók, lakások, ételek, orvosság, gépek, pénz, mindegyik energia alapon működik, mindegyikhez kell valami energia. Szóval akkor csináljuk jól, akkor csináljuk jól, akkor ezeknek szüntessük meg az energia felhasználását, a repülőknek, meg ilyeneknek, ne a bitcoinnek, ami ennyit tesz ki az egész világ felhasználásából. Plenby azt mondta, hogy... igen, hogy ez egybevág, telibe egybevág a Világgazdasági Fórumnak, ahogy az egész világot manipulálni akarják, totál egybevág a céljával, hogy... így próbálják a bitcoint is ugyebár megölni, mert az nekik nem tetszik, akkor nem tarthatják fel a fosztogató pénzügyi rendszerüket hosszú távon. És egy fotót is feltett Plenby, ezt nem is tudom honnan szerezte, vagy írják itt a végén, hogy honnan szerezte, mert ezt letörölték, ezt egyszer feltette a Világgazdasági Fórum, hogy
hogy mosolyogjatok, hogy soha semmitek nem lesz az égvilágon, és akkor majd boldogok lesztek. Ezzel a hozzáállással működik a világgazdasági fórum, hogy milyen jó lesz nekünk, ha semmink nem lesz, majd nekik lesz minden, nekünk meg semmi, és akkor milyen boldogok leszünk, ha semmink nem lesz. Úgyhogy már ez is nagyon, ugyebár ezen is felháborodott sok ember, és hogy így változhat meg 2030-ra a világ, jaj, de jó lesz, hogyha semmink nem lesz. Habár aztán letörölték, ugyebár letörölte a világgazdasági fórum ezt, amit kitettek, hogy jaj, milyen jó lesz, ha mindenkitől ellopnak mindent, és már csak az archive.org-nak a Wayback Machine-jébe található, de csak meg találtuk Lembi, úgyhogy elő tudtam még kotorni világgazdasági fórumnak ezt a csoda szövegét, a parasztvakítását. Oké, és akkor jött is a végére még egy hír, na itt is van az ékes példa. Hackerek elloptak 80 millió dollárt a Rary Capitaltől, a Fey protokollon keresztül, újra belépéses támadás. A gyökér oka a hibának az egy tipikus újra belépéses támadás, a BlockSec meg is osztott egy képet ezzel kapcsolatban, mondják, hogy egy kép többet ér ezer szónál. És akkor itt van, hogy valami kölcsönt vett fel az A4 évvégű pénztárca, akkor utána valahogy visszakozott, hogy mégse veszi fel azt a 2400 Ethereumot, kerekítsünk, aztán utána meg kilépett a piacról, de közben valahogy meg mégis odament, tehát ez érdekes, így, hát a lényeg meghekkelt az egész rendszer. És mondják is, hogy ez nem az első alkalom, hogy a Rary Capitalt meghekkelték, május 8-án 11 millió értékben loptak el Ethereumot róla. Igen... Jó, most jelenleg leállítottak mindent, hogy ne tudjanak többet lopni róla, és akkor, és a 60%-át tette ki a teljes Ethereum medencéjének, amennyi Ethereum van náluk, 60%-át tette ki. Ez egyáltalán nem egyértelmű a szövegből, hogy a május 8-ai 11 milliós, vagy a mostani 80 milliós, de mindegy, így is úgyis nagy tétel, és ajánlottak jutalmat a hackernek, hogyha visszaadja a 80 milliót, akkor kap 10 millió jutalmat, és nem kérdeznek semmit, csak adja vissza a pénzt. És igen, nemrégében jött ki ugye már jelentés, 1,3 billió dollár értékben loptak már el kriptókat csak az első negyed évben, 2022-ben, és a 90%-a ezeknek az ellopott tőkéknek az mind DeFi, DeFi-ból adódik. A DeFi-oknak meg a szinte a legnagyobb része, hogy szinte minden DeFi befektetés alapú blokkláncokon van. Úgyhogy ez úgy összevág, tehát ha ez befektetés alapúra átírnák a Bitcoint, akkor ugyanígy lopnák le az összes pénzt a Bitcoinról. Ezért akarja a világgazdasági fórum annyira nyomni ezt. Még a hülye sötét zöldeket is befírolták már megint. Ripple-től meg csak alapból szemétládák. Azt mondja, hogy tovább. A Google volt vezérigazgatója Eric Schmidt elkezdett befektetni kriptókba, és érdekesnek találja, nagyon érdekesnek a Web3-nak a Web3-os gazdaságot. Neki egyébként az értéke 22,8 billió dollár az embernek az értéke a milliómosok közt, és azt mondta, hogy egy kicsit befektetett már kriptóba, egy kis pénzt, nem mondta meg, hogy konkrétan mit, de azt mondja, hogy egy új modell, amibe a magánszemélyek, mi a nép tudja, nép uralja, nép birtokolja a saját személyazonosságát, ahol nincs semmi központi rendszer, meg központi hatalom, amin át kell futni a dolgoknak, az nagyon erőteljes, és igen, és nagyon decentralizált is, és mondja, hogy emlékszek rá, mit éreztem, amikor még 25 éves voltam, és a decentralizáció az jelentett volna mindent a számomra. És mondja, hogy a Web3 gazdaság nagyon érdekes, a platformok, a felületek érdekesek, és a felhasználási módja is, hogy már milyen problémákat oldanak meg a világban, azok is nagyon érdekesek. Habár rávilágított, hogy még nem működnek egyelőre, de fognak, és azt mondja, látja, hogy ez lesz a jövő. Itt valamit azért kiegészítettem volna, hogy nem teljes mértékben működnek, vagy ilyesmi, ez erős, hogy nem működnek, hát azért már működnek a DeFi-ok, de jó, ez már részletkérdés összehasonlítás. Azt mondja, hogy tovább világszintű befektetési bank, a Goldman Sachs létrehozta az első Bitcoin felezetű hitelét. Bitcoin felezet lehet hitelt felvenni, és ugyebár a kölcsönt, aki felveszi a kölcsönt vagy a hitelt, annak le kell tenni a bitcoinját, és akkor az a felezet, és akkor azért adnak neki papírpénzt.
Azt mondja, hogy oké, és akkor igen, ebbe akartam, de semmi nem volt benne, hogy mondom mennyi, mert ez úgy szokott menni, hogy a hagyományos bankok, ugye bár azért tartunk, azért furtunk ilyen lufit, mert a töredékes fedezetek rendszere, hogy csak a 10%-át kell a bankoknak megtartani a betett pénzből, ez van törvényileg meghatározva kb. Mindenhol. Bead az ember 1 millió forintot, ami valósan kézzel fogható papír pénzből 1 millió forintot, akkor abból a bank 900 ezeret továbbad a másik banknak, ad 810-et a harmadik banknak, mindenki csak 10%-at tart meg, aztán végére fújnak 1 millió forintból 5 milliós lufit, amiből 4 millió mögött semmi fedezet nincs. Így működik a mostani a hagyományos pénzrendszer, meg a bankok, ugyebár azért vagyunk itt a válságnak a peremén. Úgyhogy ebben próbáltam keresni, mert a kriptók meg úgy működnek, hogy a dupláját kell letenni. Nem 10% fedezet, hanem 200% fedezetet kell letenni. Hogyha még a felére esik az ára, még akkor is legyen mögötte fedezet, nem úgy, hogy a semmiből csinálunk műpénzeket. Jó, de ez nem volt benne, hát gondolom itt is a dupláját, vagy ilyesmit kell majd letenni. Tovább a Fidelity-nél ugye bár nyugdíjat befektethetik az emberek a nyugdíjuknak a 20%-át már bitcoinba, ezt az USA-nak a munkaerőügyi hivatala azt hazudja, hogy jaj, ez nagyon rizikós, a amerikaiak biztonságát veszélyezteti. Hát pont az, ami nem rizikós, mi minden másba el fogják veszteni a pénzüket, kivéve ha bitcoinba tartják. És a Fidelity, ugye ezt elmondtam az előbb, igen, 20%-ot bitcoinbe lehet fektetni a nyugdíjukból. És azt hazudják, hogy azért jelent ez olyan irgalmatlan rizikót a nyugdíjasok megtakarításaira, ami alapból egy hazugság, mert hogy az ármozgások, persze vannak ármozgások, most is úgy lent vagyunk a békés egge alatt, hogy már szörnyű, és hát ha ellene akarnak beszélni, akkor nem is értem, hogy saját maguk ellen beszélnek. Akkor miért hozták be, hogy még fejlődőben vannak a törvények a kriptotérben? Hát pozitív irányba megy mindenhol, még Indiában sem mondják azt, hogy betiltják, csak szarra adóztatják. Úgyhogy ez meg aztán ezzel nem tudnak ellene érvelni. Hát mindenhol hozzák a értelmesebb helyeken már a pozitív kriptotörvényeket. Na nézzük tovább, a Világbank az a számol, hogy kemény jó, hogy 3%-ot nőhet idén az aranynak az ára. Egy óra alatt mennek annyit a kriptók fel meg le, egész évben erre várni. És akkor azt mondják, hogy valószínűbb, hogy 3000 dollár lesz az arany unciánkénti ára, mint hogy ne lenne annyi. És akkor azt mondják, hogy az alapanyagoknak az ára is magas lesz egész végig 2022-ben, az olajnak is, meg az ételeknek is, azt mondják, hogy az ételeknek 84%-ot nőtt az ára. Hát nagyon kemény, hol van ehhez képest, a 8% infláció kimutattatott KSH-k által 8%-os infláció. Na jó, vagy hát rohadtul nem jó. A Világbank azt is mondja, hogy hatalmasat csökkenhet utána, meg 2023-ban majd az aranynak az ára, mert hát olyanokkal jönnek, hogy ez soha nem fog megtörténni szerintem, hogy ha az oroszok elkezdenek eladni rengeteg aranyat, akkor le fogja vinni az árat jövőre. Mi a jó Istenért adnának-e az oroszok aranyat? Vagy bárki miért adna el aranyat? Max azért, hogy kriptót vegyen, de ilyen hülyeséget. És akkor közben mondják, itt azt hazudják, hogy fontolgatja Oroszország, hogy aranyfedezetet tesz a rubel mögé. Ugyebár ez volt itt a nagy csoda, és visszatér az aranyfedezet. De hát ez nem fontolgatja, hát ezt megcsinálták, itt van teliben leírva, hogy az orosz központi bank azt mondja, hogy itt van orosz központi bank, hozzá kötötte a rubelnek az árát, 5000 rubel, vagyis 1 gram arany az mindig 5000 rubelbe fog kerülni, ahogy változik az aranynak az ára, annyit fog érni a rubel is. Hát hol akarnák ők eladni, mikor most tettek végre fedezetet a pénzük meg ilyen marhaságot. Jó, tovább, hát de Világbank, hát neki ezért mindenféle hülyeségeket kell magyarázni. Ha fent akarja tartani a fosztogató pénzügyi rendszerét, azt mondják, hogy orosz törvényhozó azt mondja, hogy nagy mítosz, hogy a kriptókat illegálisan használják. Azt mondja, hogy orosz fejlesztők már dolgoznak is egy olyan szoftveren, ami kiszűri, felismeri a piszkos kriptókat, ami rossz helyről jött. És akkor azt mondja, hogy a legnagyobb kriptotőzsdék szerint nem több, mint 4-6%, amit illegális tevékenységre használnak kriptókat. Hát az még sok is az a 4-6, mert 1% alatt vagyunk valahol. Azt mondja, hogy és akkor itt megint egy nagy hazugság, azt mondják, hogy a papírpénzt használják illegális tevékenységekre, de hát itt csak azt mondja, hogy 11-13%-át használják illegális tevékenységekre.
Hát az illegális tevékenységeknek a 99%-a, 99,5%-a a pénzmosásnak papírpénzbe zajlik, akkor miről beszélünk? Jó. Hát az az ingaz, meg valami, nem tudom, ha 50 éve maradt rá. Na jó, hagyjuk is, mindegy, nézzük tovább. Azt mondja, hogy a brazil szenátus jóvá hagyta a kriptotörvényekkel kapcsolatos projektet. Igen, zöld utat kaptak a kriptotörvények, aminek az a célja, hogy nagyobb tisztaságot teremtsen a kriptotérbe, és megvédje a felhasználókat a különféle, ezerféle kriptocsalástól, ami most jelenleg megy az országba, tök jó irányba haladnak. És hangsúlyozzák, hogy igen, többféle projektből gyúrták össze, amiket utóbbi időben küldtek be nekik, hogy ezzel ezt kéne csinálni, azzal azt kéne csinálni, mindennel kicsipegettek, jó, ezzel is foglalkozunk, azzal is a fontosabb részeket minden külön felvetésből, és akkor most itt el is indultak ezzel kapcsolatba. Próbálják majd második negyed év előtt jóvá hagyni ezeket a törvényeket, egy jó, még ezért 2-3 hónap, és azt mondja, hogy és még például kriptobányászattal kapcsolatban adó kedvezményeket is fognak adni azokat a bányász cégeknek, akik 100%-ban megújuló energiaforrásokkal hajtják a bitcoin bányász gépeket, és szénsemlegessé válnak. Egy jó törvényes sztori, aztán egy rossz törvényes sztori, argentin kormány meg felgyorsította a nemzeti CBDC-t, hogy központi bankok digitális pénze, Brazília, amely Mexikó is dolgozik rajta, nagyon de először kriptotörvényeket hozzanak már, nem mindegy, de hát akarják ezt a parasztvakítást a központi bankárok, hogy elterjék, hogy azt így az ember, hogy kriptót vesz a központi bankok digitális pénzével, pedig rohadtul nem. Oké, tovább. A Binance blokkolja a nem csak a szankciókkal sújtott oroszokat, hanem már hozzá tartozóiknak a kriptos címeit is. És márciusban, ugyebár mondtam már CZ Cheng meg Zhao, a Binance-nek a vezérigazgatója, hogy befagyasztották a szankcionált oroszoknak a kriptocímeit, de azért az összes orosz nem kéne leblokkolni, vagy befagyasztani összes orosznak a tranzakcióját, mert az nem lenne etikus. Hát így is van, nem az oroszok háborúznak, hanem Putyin háborúzik, ez neki a magánháborúja. Azt mondja, hogy kripto égetéssel kapcsolatban plusz infók, hogy miért jó, meg sokan égetnek, meg tötörötörö, jó, Shiba, meg Luna, meg mi volt még itt, a Binance Coin. Na de az a lényeg, hogy az a kriptók égetés az egyszerűen annyit jelent, hogy egy nullás pénztárcára, egy üres pénztárcára, ami senkihez nem tartozik, arra küldik át ezeket a tokeneket. A tokenek égetése nem azt jelenti, hogy meggyújtják, és akkor a lángokba elég szó szerint valami, mert hát ezek megfoghatatlan dolgok, amúgy is digitális térben vannak csak. A legtöbb projektnek a token égetése ez egyszerűen annyit tesz, hogy átküldik a kriptókat egy halott pénztárcára, egy halott címre, és akkor azután nem tudnak mit kezdeni, annyival kevesebb lesz a használható része, és emiatt nő az értéke. És akkor a végén mondják is, hogy a token égetés az hasonló a tőzsdei részvény visszavásárláshoz a hagyományos Wall Street-i piacokon. Hogyha, igen, hogy mennyi kriptó van kiadva, hogyha annak csökkentik a számát, akkor ugyebár sokkal ritkább lesz, sokkal kevesebb lesz belőle, ez pedig megtolja az árát, sokkal értékesebb lesz a maradék. Jó, azt mondja, hogy tovább. Bodép Jaklubos NFT-knek az alja már megnőtt 152 Ethereum-ra. Ez 430 ezer dollárt tesz ki, majdnem egy 500 000 dollárt. Szeptemberben 25 Ethereum volt az alja, 70 ezer dollár, több mint 500%-ot nőtt az elmúlt 7 hónap alatt. Szeptemberben 25 Ethereum volt, 70 ezer dollár, novemberben 50 Ethereum, ott nem írják, ja, ott változnak az árak, tök mindegy. Novemberben 50 Ethereum, januárban 100 Ethereum, márciusban visszaesett 68 Ethereumra, és most meg akkor ugyebár megnőtt anyád, itt van 152 Ethereumra. És a legdrágább Bored Ape Yacht Clubos NFT, amit valaha eladtak, az a 3749-es volt, 740 Ethereumért adták el, akkor értékén közel 3 millió dollárért, 2,9 millió dollárért, az pedig ez az NFT. Jó, ez kb. Tényleg a szlogenje az egész Bored Ape Yacht Clubnak, ez az NFT, ez itt kinézetre, és ezt nagyon jól elkapták. Oké, azt mondja, hogy a Finder úgy számol, hogy az ApeCoin-nak a 2022-ben 27 dollár lehet az ára, hát meglátjuk. Itt azért hát zöldel, de én azért jelentem ki lilával az ApeCoin-t, mert ha valaki NFT-zni, vagy metaverzumozni, vagy ilyesmit akar valamit fektetni bele,
akkor szerintem a null pont ahhoz az ApeCoin. Ott van az annyira NFT téren, meg minden, meg metaverzumot is hozzák, a sandbox a legnagyobb, meg minden. De az ApeCoin szerintem az a császára ennek az NFT-nek, a metaverzumoknak, rengeteg milliárdos veszi itt az NFT-ket, amit az előbb is mutattam, úgyhogy szerintem a jó, lehet, hogy erős a lila neki, ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy annyira tényleg a legmilliárdosabbnak a legkomolyabb milliárdosok tolják az ApeCoint, az ehhez kapcsolódó dolgokat. Igen, 75% meg azt mondja, csak egy másik, egy újabb memecoin, az ApeCoin és a Core. Igen, kimutatás, arra számolnak, hogy 27-70 lesz majd az ára év végére, hát már most is az kb. Most is megütöttük egy pár napja. És jaj, hát majd 2025 végére meg majd 25 dollár lesz, hát hol van az még? 50%-uk azt mondja, hogy most kell eladni az ApeCoint, 33% azt mondja, hogy tartani kell az ApeCoint, 17% meg azt mondja, hogy most kell venni ApeCoint. Hát én is azt mondom, hogy eladni, de én is adtam a 20%-át, 80%-át, még tartom tovább. Így legalább már fele, már 60%-a zsebben van, úgyhogy ha leesne még a felére az ára, 10 dollárra visszaesne, akkor is bőven, ezért akkor is nullá lennék. Akkor se lennék mínuszba, és azt mondja, hogy 33% úgy hiszi, hogy csak egy memecoin, az ApeCoin is, mint a Dogecoin, vagy a Shiba. Azt mondja, hogy az hát valaki azt mondja, hogy 45 dollárt elérheti az év végére, habár szerintem majd 2x30-ra már csak 10 dollár lesz, olyan messze vannak ezek, hogy hajaj. És azt mondja, hogy szerinte túl van már reklámozva az egész, és el fog majd tűnni, mert hogy nincs sem felhasználási esete. Hát ott vannak, hát emögött van a legjobb, hát ott vannak tényleg a digitális, a kripto térnek a legkomolyabb műtárgyai, a borítékjaklubos NFT-k. Azok mögött olyan emberek állnak, hogy ez pont az, hogy nem egy egyszerű kis semmi, hogy nincs mögötte semmi, mögött komoly dolog van. Oké, és akkor azt is mondja valaki, hogy majd ezért 2x30-ra 100 dollárt elérheti, ketten is mondják, hol van az még. Igen, valaki azt mondja, hogy semmit nem fog érni 2x30-ra. És több ezer féle ilyen hype-os coin, ilyen vicc kriptót csináltak már, aztán egyik se állta meg a helyét úgy rendesen, és akkor a végére még az van, hogy 70%-ok úgy hiszi, hogy az ApeCoin is csak egy újabb meme kripto, vagy meme coin, 20% úgy hiszi, hogy van jövője, én is úgy hiszem bőven, 5% meg nem tudja, hogy mi van. Jó, azt mondja, hogy a végére Elon Musk lesz az első az ukrán NFT múzeumban, Meta History nevezetű múzeumban. A Hall of Fame a hírességek házát elindítják. És akkor lesznek itt olyan hírességek, mint Mila Kunis, Elton John, Jared Leto, Jim Carrey és Benedict Cumberbatch. És ezen a héten elindítják a hírességek házát egy speciális kollekció NFT portrékból olyan emberektől, akik segítették Ukrajnát a szükség idején, ugyebár itt a háború közepette, és ezeket nem is adják majd el, ezek csak a, hát igen, az elismerésük képen csinálják ezt, ugyebár itt is van hozzá itt, hogy Elon ugyebár a Starlinket átküldte az ukránoknak, hogy legyen internetük, még hogyha Putyinék akarták a hagyományos internetet meg is törni náluk. Na jó, azt mondja, hogy ennyi volt a hírekből mára, és akkor nézzük is, jövök a piaci áttekintése, hogy mi a helyzet, most hogy néz ki, beszakadtunk, nem szakadtunk, mi a jó Isten van. Addig is, sziasztok!